Közös ügyünk az állatvédelem. Ezzel a címmel indított tavaly online nemzeti konzultációt a kormány. A párbeszédben résztvevők több mint 90%-a mondta azt akkor, hogy keményebben kell fellépni a helytelen állattartás és a bántalmazás ellen. Ennek nyomán év elején lépett életbe az Európában is az egyik legszigorúbbnak számító új állatvédelmi törvény. Vetter Szilvia, Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány telepén tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az állatkínzás egyes minősített elemeiért már akár 5 év börtön is kiszabható. Emellett az állatviadalnak most már nem csak a szervezői büntethetőek, hanem a nézői, a résztvevői is. Megjelent az új kóborállatrendelet, ami szintén egy nagyon fontos lépés, nagyon régóta várnak rá az állatvédők, hogy átláthatóbb, transzparensebb legyen az ebrendészeti telepeknek a működése. Most már ez a fajta új típusú nyilvánosság is ezzel az új rendelettel biztosítva van. Még egy nagyon fontos jogszabálymódosításra szeretnék említést tenni, és ez pedig a láncon tartásnak a szabályozása, hiszen ez is szigorodott. Tartósan kutyát láncon tartani tilos, és most már azok az esetek is részletesen meg vannak határozva, hogy átmenetileg mikor és hogyan lehet. Az Állatbarát Alapítványnál évente csaknem 600 kutyáról és több mint 200 macskáról gondoskodnak, nagy részüknek pedig idővel sikerül új gazdát találni. Az otthon vezetője szerint hatalmas szükség volt a jogszabályi változtatásokra, a szemléletváltozáshoz azonban még idő kell. Én azt gondolom, hogy csak fejlődéssel lehet tovább lépni. Nagyon-nagyon sok változásra lenne még szükség. Mi próbálunk türelmesek lenni, és egyébként azok is vagyunk. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez egy hatalmas változás, illetve hatalmas változás kezdődött most el, de ez mind-mind idő. Tévhit azt gondolni, hogy most hirtelen egy csapásra az összes kutyus lekerül láncról, és mindenki boldogan fog élni, de természetesen törekszünk rá. Az biztos, hogy az új jogszabályok bevezetésével azért teret kapott ez az egész, tehát én azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabban fogunk tudni fellépni, természetesen hatósággal karöltve, esetlegesen állatkínzók ellen vagy rossz tartásos körülmények ellen. Vinai Győző országgyűlési képviselő kifejtette, azzal, hogy tavaly a nemzeti konzultáció keretében több mint 250 000-an mondták el véleményüket, világossá vált a probléma jelentősége. A politikus hangsúlyozta, az állatok védelméért a törvényi háttér, a kevesebb kóbor állatért pedig a civil szervezetek munkája, valamint a különböző fejlesztések és támogatások közösen szükségesek. Az önkormányzatok teszik a dolgukat, itt megemlítem a gyepmesteri telepeket, megemlítem a kóborkutyák ügyét, egyre több lehetőséget kapunk, és a Magyar Falu Program pályázataiban konkrétan tudok mondani néhány települést, amely a választókerületemből ivartanításra nyert el összegeket, ilyen Tiszadob, Tiszanagyfalu és más települések. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Ukrajnában zajló háborús helyzet az állatvédelemben is megkövetelte a segítségnyújtást. A magyar állam ezért gördülékenyé tette a menekültekkel érkező állatok fogadását, a civil szervezetek összefogásával pedig a kárpátaljai menhelyek is folyamatos támogatást kapnak.